a 91. percben, a 6 perces hosszabbítás első percében Blažić és Harapin szerencsésnek is mondható góljával 2-0-ra vezetett már a Ferencváros. És a még hátralevő 5 perc drámai fordulatában kétszer is betaláltak az utolsó negyed órában egyébként emberhátrányba kerülő Fradi ellen ekkor már domináló paksiak. Előbb egy megadható 11-esből Windecker vette be Bibusz kapuját, és lett 2-1, majd az utolsó utáni egyébként formás hazai akció végén a 96. perc utolsó másodpercében jött az egyenlítés. Osváth, a Paks támadó felfogású jobb hátvédje, a jobb oldalon már nem először játszotta tisztára magát, és adott be gólveszélyesen. A becserélt fiatal csatár, a Kisvárdától nemrégen kölcsönben érkező Sajbán Máté a legjobbkor volt a legjobb helyen, és egy szemfülesen vagány mozdulattal mindenkit megelőzve megszerezte az atomvárosiak egyenlítő gólját. Fradi Paks így 2-2, miután élnek a Paks bentmaradási, és persze a Ferencváros bajnoki reményei is. 0-0-nál azért egy kicsit óvatosabban játszottunk, nem akartunk nekiesni a Fradinak, hiszen egy pont is pont itthon. Szerencsére második fél időben már többször átforgattuk a labdát, többször jött felém a labda, igyekeztem kihasználni az adódó lehetőségeket, szerencsére a végén tudtunk rúgni egy gólt, és így 2-2 lett a meccs. A Paksi FC 28 forduló után a még éppen bent maradott 10. helyen áll.